hetedik Pajta Színházi Szemle, amelyet január 29 és 30-án szombat-vasárnap rendezünk itt a Nemzeti Színház színpadain. Nagyon sokan tudjuk, hogy a kistelepüléseken mindig is voltak színjátszó csoportok, és ezeket egy kicsit kevésbé vettük észre, hogy fejlődnének, kevésbé láttuk, hogy megalakulnának újak. És nagyon jó programként ígérkezett ez arra, hogy közösségeket szervezzünk. Az ezévi előadások különlegesek. 2021-ben nem tudtuk megtartani ezt a szemlét, így azok, akik 2020-tól már készültek, most mutatkoznak be ezen a két napon itt a Nemzeti Színházban. Iszonyatosan izgultunk, nagyon, de én azt gondolom, hogy ez egy életre szóló élmény. Tehát, hogy ebben a színházban, ezen a színpadon mi felfoghatatlan. Teljes extázis. És reméljük, nem ez volt az utolsó alkalom. Egy tehetséggondozásról is van szó. Tehát, hogyha valaki tehetséges, akkor miért ne mutassuk be, miért ne legyen, miért ne szerepeljen a Pajta Színházban. De nem ez a célja a Pajta Színházi Szemléknek. Nekünk az a célunk, hogy egy közösség jöjjön létre, és a közösség egy közös produkciót mutasson be a településen is, és természetesen itt a Nemzeti Színházban is. Abszolút hétköznapi emberek vagyunk, tehát van köztünk pedikűrös, van köztünk anyakönyvvezető, van köztünk tanárnő, tehát nagyon vegyes a csapatunk. Úgy látom, hogy élvezik csinálni, ezért foglalkozunk ezzel. Választanak klasszikus darabokat, tehát akár egy Molière részletet valamelyik színdarabból, de választanak saját maguk által írt darabot is. Például ilyen volt a Bősárkányiaknak a darabja, amelyben bemutatták a falu nevének keletkezését egy vidám, mulatságos történetben. Van olyan, hogy valaki a saját hagyományát mutatja be, és például egy lakodalmast fognak most a két napban bemutatni. Karcsa községből érkeztünk, és a karcsai lakodalmas szeretnénk előadni. Ez a színjátszó kör úgy gondolom, hogy méltóan szerepel Felvidéken is. Az ország északkeleti részéről jöttünk, közel 300 kilométerről, és bízunk benne, hogy fog sikerülni. Én a nagy vőfény szerepét játszom, de ugye látszik is a bot. Ez a bot 34 éve kísér engem, ez sokat volt már Budapesten, Miskolcon, az Aranybikába, Debrecenbe, úgyhogy nagyon szép módja van ennek a botnak. Ez egy nagy öröm ez a két nap, azt tudom mondani. Nagyon sok taps van, és ez a legnagyobb fizetsége, azt gondolom a Pajta Színházaknak is, és nekünk szervezőknek is. A közönség kiválóan tudja ezt honorálni számunkra. Nagyon nagy sikerként könyvelik el a települések maguk is.